Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Sorozatrongálás. Több mint 50 helyen rongáltak meg középületeket fiatalok. Új körforgalom épül. Bonyhádon biztonságosabb lesz a közlekedés. Egyházi fejlesztés, 22 millióból újítják fel a medinai református paplakot. Vadveszély, a párzási időszak alatt bárhol megjelenhetnek az őzek. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Több mint 50 helyen rongáltak meg fiatalok szekszárdi középületeket, graffitiket és falfirkákat rajzoltak falakra és ajtókra. Egyikőjük Mórágyról járt be csak azért, hogy rongáljon. Akár 3 év börtönt is kaphatnak. Street motherfucker, ezt az angol slangként használt kifejezést írták és ragasztották fel szekszárdi közintézmények falára és ajtóira a rongálók. Nem válogattak a helyszínekben, itt a szekszárdi Babics Mihály Kulturális Központnál még mindig látszik a kezük munkájának nyoma. Pedig az épületet minden oldalról kamerák figyelik, valószínűleg ezek buktatták le a rongálókat. Mert bejelentés érkezett több helyről, hogy a város különböző pontjain falfirkákat helyeztek el ismeretlenek. A három férfi összesen 51 alkalommal rongálta meg a város különböző épületeit. Egyikőjük Mórágyról járt be a városba, csak azért, hogy a falakra firkáljon. A legtöbb kárt a csapat 19 éves szekszárdi tagja okozta. A fiúval szemben összesen 49 rendbeli rongálásvédség került megállapításra, valamint társai is egy-egy esetben elkövettek rongálásvédségét. A három rongáló férfi akár 3 év letöltendő börtönbüntetést is kaphat. Idén csak nem 130 ezer gyerek vesz részt az Erzsébet táborok programjain, amelyek találkoztak a családok igényeivel, ezt az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára mondta kedden. Rétvári Bence hozzátette, változás, hogy idén az oda- és visszautazás költsége sem a családokat terheli, valamint, hogy már az óvodásoknak is tudtak napközis tábort szervezni az intézmények. Az államtitkár arról is beszélt, hogy a táborokban a fiatalok kipróbálhatják a legmodernebb, kreatív technikai fejlesztő eszközöket, ami a pályaválasztás szempontjából is meghatározó élmény lehet számukra. Új körforgalom építését kezdik meg a héten Bonyhádon. A város egyik legforgalmasabb csomópontjában a területi és településfejlesztési operatív program pénzügyi forrásából 282 millió forintból készül el az útkereszteződés átalakítása. Ez az út vezet be a 6-os számú főútvonalról Bonyhád belvárosába. Itt a Gyárút és az Zinyi utca sarkán rendszeres a torlódás. Az önkormányzat évek óta tesz kísérleteket arra, hogy forrást találjon egy biztonságosabb közlekedési rendszer kialakítására. A Magyar Közúttal közösen benyújtott pályázatot ezúttal sikert koronázta, és a héten elkezdődhet a körforgalmi csomópont megépítése. Az ütemezésről egyeztettek az önkormányzat, a közút, a kivitelező, valamint a rendőrség képviselői. Körforgalom kicsit becsúszik ide a parkba, és körülbelül így ezen a részen lesz. A Székely Emlékparknak az elemei elbontásra kerülnek, majd a kivitelezés befejezést követően, egy felújítást követően újra elhelyezésre kerülnek. A buszmegálló bekötő része megszűnik, az is park lesz, és erre felé fog kikötni a Gyár utcára a buszforgalom. Kozma Anikó, a Bonyhádi önkormányzat irodavezetője azt mondja, folyamatosan járható lesz majd az utca, de részleges útlezárásokra számítani kell majd. A beruházás 3 ütemben zajlik. A kivitelezés teljes ideje 6 hónapig fog tartani. Ebből az első ütem, amikor is a Zrínyi utcai járdaszigetek és a Zrínyi utcai gyalogátkelőhely megszűnik, ez pár napot vesz igénybe, ez még ezen a héten lezajlik, és utána indul a következő ütem, amikor is a Gyár utcának ez a szakasza lezárásra kerül. A beruházás teljes költsége meghaladja a 280 millió forintot, mely a területfejlesztési operatív program támogatásával valósul majd meg. Minden harmadik érettségi vizsgát jelesre írtak meg a diákok a tavaszi időszakban, és a záróvizsgáknak mindössze 1%-a lett elégtelen, derül ki az Oktatási Hivatal honlapján elérhető adatokból. Középszinten 3,61, emelt szinten pedig 4,61 lett az idei tavaszi érettségi vizsgák átlageredménye,
néhány századdal mindkét átlag jobb a tavainál. Az idei tavaszi vizsgaidőszakban közel 110 ezeren érettségiztek, legtöbben gimnáziumban és szakgimnáziumban. Több mint 22 millió forintból fejlődik a medinai református gyülekezet. A Magyar Falu program forrásaiból megújul a református lelkész parókiája, valamint közösségi programokat is szerveznek. Repedezett falak, unó vakolat. Ilyen állapotban van most a medinai református lelkészi parókia. A település pályázott a Magyar Falvak program második pályázatára, ami az egyházi közösségi terek fejlesztését teszi lehetővé, ezen pedig több mint 22 millió forintot nyert el. Az egyházi terek, üresen álló terek, parókiák felújítására, közösségi téri alakítására erre ad lehetőséget, és a mi református gyülekezetünk is, a 100 fős gyülekezet erre pályázott, 3 pályázati elemmel, és 22,9 millió forintot nyertünk el. A település 3 pályázaton is nyert, így közösségi programok megvalósítására, eszközbeszerzésre és a közösségfejlesztő bérére is kaptak támogatást. A legnagyobb összeget viszont a lelkészi parókia felújítására kapták. A régi, üresen álló parókiánknak a tereit újítjuk fel, és ebből egy teret, tehát egy szobát alakítunk át közösségi térré, és alászigeteljük, álmennyezetet kapunk, és az egész épület belülről szépen új burkolatot kap, a falak új színt kapnak, és az egész tetőt lecseréljük. Ez a 15 millió forint erre volt elég. A Magyar Falu program ezen pályázatának az a célja, hogy az egyházi programok segítségével erősítse az összetartozást a települések lakói között, és megerősítse a vidéki életszínvonalát. Erre a kormány 7 milliárd forintot biztosít az 5000 fő alatti településeknek. Hónapok óta tartó vita előzte meg azt a verekedést, ami az egyik bonyhádi vállalatnál tört ki még idén májusban. Két nő kapott hajba, az egyik még meg is harapta a másikat. Végül munkatársaik választották szét a verekedő nőket. A sértett feljelentést tett a rendőrségen. Úgy tudjuk, a konfliktus hátterében szerelemféltés áll. Az egyik bonyhádi vállalatnál tört ki sokadszorra a vita a két kolléga között idén májusban. Úgy tudjuk, a konfliktus hátterében szerelemféltés áll, vagyis egy férfi miatt mérgesedett el a viszony a két munkatárs között. Ezúttal azonban nem csak szóban szitta egymást a két nő. A fiatalabb egy 49 éves bonyhádi nő már nem elégedett meg azzal, hogy trágár szavakkal illesse kolléganőjét, rángatni kezdte. Egy 56 éves asszonyt egy 49 éves kolléganője 2019. május 15-én a délelőtti órákban előzetes szóváltást követően több alkalommal megrángatta, majd belekapott hajába is, és miközben a haját tépte, még az egyik ujját is megharapta. A verekedést mindenki látta a munkahelyen. A két nőt végül munkatársaik választották szét. A sértett a bántalmazás miatt 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, feljelentést is tett a rendőrségen. A 49 éves nőt a bonyhádi rendőrkapitányság munkatársai garázdaság védség, valamint becsületsértés védség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A verekedést kezdeményező asszony a bűncselekmény elkövetését elismerte és beismerő vallomást tett. A rendőrök a nyomozást lezárták, vádemelést javasolnak az ügyészségnek. Érdemes az eddiginél is körültekintőbben vezetni. Pár napja kezdődött az őzek párzási időszaka. Ilyenkor az állatok szokatlan időpontokban nappal is megjelenhetnek az utakon. Különösen azokon a területeken, ahol magas az útmenti növényzet és ahol vadveszélyre figyelmeztető tábla van elhelyezve. Tavaly csaknem 4800 őzet ütöttek el Magyarország útjain. Hatalmas vértocsa a 65-ös számú úton Harc közelében. Két évvel ezelőtt azért halt meg itt egy motoros, mert egy szarvas ráugrott a járműre. Ezek a felvételek Szekszárdon készültek idén júliusban egy vadkamerával. Őzek jönnek-mennek a felvételen. Ez nem szokatlan az erdős területek környékén, ám júliusban nem csak ott lehet a vadak jelenlétére számítani, hanem gyakorlatilag bárhol, akár lakott területen is. Főként azért, mert a vadak területe egyre csökken, de több állat megjelenésére kell számítani július közepétől, augusztus elejéig az őzek nász időszaka miatt is. Ilyenkor a bak ösztöntől hajtva keresi a sutát, hívják fel a figyelmet szakemberek. Megyeri Zsolt, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetője azt mondja, a vadbalesetek jelentős százalékáért felelősek az őzek. Mint egy 65 és 70 százalék között sorolandó az őzek által
okozott balesetek száma a többi vadelőtéshez képest, hiszen ugye nem csak az őzek jelentek, azért jelentenek gondot, hanem mindig megvan ugye a szarvasoknak, később van a párzás időszaka, ugye a közutakon azért elütnek rókát, sakált például, ami egy újabb jelenség. Most a közútjainkon. Becslések szerint az országban jelenleg mintegy 380 ezer őz él, tavaly pedig csak nem 4800 őzet ütöttek el Magyarország útjain. Ezeknek a vadelütéseknek a jelentős része éppen ebben az üzekedési időszakban történt, ezért a szakemberek azt javasolják, hogy ne csak a vadbeszélt jelzőtáblákkal ellátott útszakaszokon közlekedjenek óvatosabban a sofőrök, hanem az erdősávok, termőföldek mellett is. Miként az is életet menthet Megyeri Zsolt szerint, ha az autós nem rántja el a kormányt a vadat meglátva. Hát azt tudni kell, hogy a vad nem fog visszafordulni soha, az mindig egyenesen fog átugrani, vagy neki menni az autónak. Viszont én azt tanácsolom, hogy a kormányt ilyenkor ugye nem szabad elrántani. Pont ebből következően van nagyon sok olyan baleset, amikor azért sérülnek meg, mert lesodródnak az úttestől. Tolna megyében idén 127 vadbaleset történt, amiből 3 esetben sérült meg könnyebben a közlekedés valamelyik résztvevője. Felvidékről, Galántáról és Viskről, illetve Erdély 3 településéről érkeztek idén a 26. határon túli magyar középiskolások olvasótáborába fiatalok és pedagógusok a paksi Cseresznyési Erdélyi Iskolába. Sokan már visszajárnak ide. Izgatottan gyakorolnak, próbálnak az első fellépésükre a határon túli magyar középiskolások olvasótáborának a résztvevői a paksi katolikus templomban. Egy héten keresztül a Cseresznyési Erdélyi Iskola épületében idén is 5 szekcióra bontva dolgoztak együtt a fiatalok. Irodalom, zene, újságírás, dramatizálás köré építették a jó hangulatot. A gyerekekkel, amikor együtt vagyunk, akkor mindig kinyílik a világ. Idén egy körsétát terveztem, hogy elsétálunk a versek mentén önmagunkhoz. A séta pedig a Sándorok körül forgott ezúttal. A Csengei Dénes Kulturális Központ által megszervezett idei tábor Márai Sándor, Vörös Sándor és Kányádi Sándor munkásságával foglalkozott. Mottójuk is Kányádi Sándor idézett: egyetlen hazánk van, ez a magyar nyelv. Az érdekes ilyenkor, amikor igaz, hogy magyarok, de mindenhol kicsit máshogy beszélnek, és akkor ilyen ezek a tájszólás különbségek, ezek nagyon visszesek tudnak lenni. Felvidékről, Kárpátaljáról és Erdélyből összesen 42 diák érkezett. Természetesen a műhely munkák jó hangulatban zajlottak, melyek mellé szabadidős programok is társultak. Regionális híreink következnek. Százötven éves a pécsi zsinagóga, ünnepelt a zsidó hitközség. 400 kiállító és legalább 25 ezer vendég. Augusztus 2-ától indul a Szent Lőrinci Gazdanapok. Jelenlegi és egykori lakosok közösen ünnepeltek, elszármazottak napja Vargán. A zsinagóga felavatásának 150. évfordulóját ünnepelte a pécsi zsidó hitközség. Ez a nap az egyre fogyó közösség múltjáról, jelenéről és a jövő kihívásairól szólt. A pécsi zsinagóga 3-as tagolású belső tere az eredeti állapotát őrzi, és a felújítások során törekednek is e műemléki értékek védelmére. Nemzedékek hiányoznak ezekből a padsorokból, mondta Schönberger András pécsi főrabbi, a pécsi zsinagóga felavatásának 150. évfordulóján tartott ünnepségen. Elhangzott az is, hogy a pécsi zsidóságnak 1827-ben lett temetője, majd 1843-tól már imaházzal is rendelkeztek. Az első pécsi zsinagóga a Citrom utcában épült fel 1843-ban, aztán az újabb és nagyobb zsinagógát 1869. július 22-én avatták fel. Ez lett a Dunántúlon a legmonumentálisabb. Azt kérem, hogy ez a nap tényleg az emlékezésnek a nap legyen. Emlékezés arra az időre, amikor megalakult ez a közösség, és ennek a zsinagógának legyen az emlékezetes napja. Tényleg díszei is, tényleg dicsőséges múltunknak jelképe, itt a téren, egy csodálatos téren, a Kossuth téren, ez a zsinagóga. Róna Tamás, a Mazsihisz rabbi testületének elnöke, köszöntőjében a talmudikus irodalomból idézett.
Három azon dolgok száma, mely minden korban és időben az emberi akarathoz van rendelve. Az első gondolat a kimondott szó. Ez a szó itt és most legyen a köszönet szava. A mindenség urának, aki engedte, hogy ez a mai nap eljöhessen. És egyben köszönet a nagy elődöknek, tanítóinknak, rabjainknak. A közösség szerette volna azt az ünnepséget megismételni, mint ami 1869-ben volt, de 2019-ben egy 6 órás rendezvény már nem kivitelezhető. Viszont ugyanúgy 3 rabbi szólalt fel a megnyitón, valamint készül egy kiadvány is a régi és az új beszédekből, és azokból az előadásokból, amik az ünnepség délutánján egy mini konferencián hangzottak el. Ezek kis mozzanatokat dolgoznak fel a pécsi zsidóság életéből és múltjából. 5 éves a legfiatalabb kiállító a Szentlőrinci gazdanapokon, derült ki a vásárt beharangozó hétfői tájékoztatón. Azonban nem csak ő, hanem további 400 gazda, cég, termelő várja majd az érdeklődőket augusztus 2-a és 4-e között a Baranyai városban. Gépbemutatók, állatbemutatók, különböző mezőgazdasági termékek a szántóföldtől az asztalig, ezeket kínálják a szervezők. Ezek a tavalyi 25. Szentlőrinci gazdanapok képei. Idén is megrendezik a Baranya megyei vállalkozói központ legnagyobb eseményét augusztus 2-a és 4-e között. A kiállítók száma változatlan, ez a 400 fölött egy párral, ahogy már megszokhatták tőlünk, és a látogatói létszám tavaly is elérte azt a 25.000-es létszámot, amit már évről évre tud hozni ez a rendezvény. Számokban így lehet röviden bemutatni, mekkora eseményről van szó. Tavaly Horvátország volt a vásár díszvendége, partnerországa. Most is jönnek 27 kiállítóval. Idén Székelyföld a rendezvény partner régiója. Ezért Tőkés László elnök úr lesz, aki személyesen megtiszteli a kiállításunkat és a megnyitó folyamán köszöntőt is fog mondani. 25 kiállítóval, akik a kézművességtől a turisztikáig minden területet próbálnak bemutatni az ő régiójukból, de érkeznek ezen kívül Németországból, Szlovéniából, Ausztriából kiállítók. De bemutatkoznak a mezőgazdasági szakmákat tanuló helyi fiatalok is. Érdekesség, hogy a vásár legfiatalabb kiállítója csak most kezdi az általános iskolát. Egy volkányi kisfiú, aki kis állatterjesztéssel foglalkozik, nyilván most még lehet, hogy hobbista, de lehet, hogy a jövő időszaknak egy nagyon komoly tenyésztője válik majd, úgyhogy vannak ilyen nagyon-nagyon elhivatott, agilis fiatalok, tehát mondjuk itt aki a legfiatalabb, az mindig ugye egy évszám alapján nyer, de vannak mások is, akik csak egy-két évvel, vagy talán még rövidebb idővel úgymond szorultak most a dobogónak a második helyére. Óriási technológiai fejlődésen megy át a mezőgazdaság. Naponta kerülnek be újdonságok a növénytermesztésbe, állattenyésztésbe, mondja a kuratóriumi elnök. Most már a kis foltokat is észre lehet venni, a gazt észre lehet venni, gyomokat észre lehet venni, ez a drónos felvételek is már jelentkeznek. Tehát itt vannak az a precíziós vetések, precíziós feldolgozás, megmunkálás, ami most már igény. És hogyha most valaki nem tart lépést ezekkel a folyamatokkal, le fog késni. És ebben a versenyben, ami most jelentkezik belföldön is, természetesen mindenki versenyel másikkal, de külföldön is versenyeznünk kell, hiszen nekünk adottságai megvannak. A meglévő kincsünket, a termőföldünket kell a legújabb technológiával művelnünk, mondja az elnök. Erről hallhatnak majd az érdeklődők a gazdanapokon, hiszen szakmai előadások is szerepelnek a programban Szentlőrincen augusztus 2-a és 4-e között. Idén 2. alkalommal rendezték meg a Baranya megyei Varga nevű településen az elszármazottak napját. A falu jelenlegi és egykori lakosai szentmisén, közös ebéden és kulturális programokon vehettek részt. A rendezvény célja a közösségi kapcsolatok megerősítése volt. Készül a babgulyás a Baranya megyei Vargán. A település faluházának udvarán gyűltek össze a jelenlegi és egykori lakosok. A hétvégén ugyanis 2. alkalommal rendezték meg az elszármazottak napját. Mint a legtöbb rendezvényen, ezúttal is Marika néni készítette a finom ebédet. Korábban Vargán élt, de mindig szívesen tér vissza a közösségbe. Nagyon szép és nagyon aranyos emberek vannak, nagyon szeretek idejönni,
mindenki kedves, művelt, intelligens. A településen egyébként 80-an élnek. A lakosok között van olyan, aki 20 évvel ezelőtt költözött Vargára. Megszerettem ezt a falut, volt egy jó vételi lehetőségem, vettem egy gyönyörű házat, a komlói lakásomat eladtam, mit tudom, 1 800 000 forint, és annyira vettem itt Vargán 1 500 000 egyszintes házat. És most abban lakok 20 éve, azt építgetem. A találkozó programjai között szerepelt a búcsúi szentmise is, melyen elszármazottak és helybeliek együtt vettek részt. A templomi szertartáson megemlékezhettek szeretteikről, ismerőseikről. A település polgármestere azt mondja, érdemes ilyen napokat szervezni. Amikor 2 évvel ezelőtt megtartottuk ezt a találkozót, akkor úgy vettem észre, hogy ugye az idősek sokkal szívesebben mesélnek, hogy régen mi volt itt, hogyan, és mi fiatalok nagyon sok újat megtudtunk, hogy mi hol merre található volt, és nagyon sok fényképet hoztak, amivel ugye meg tudtuk nézni, hogy régen volt egy kastélyunk is. A programot egyébként egy pályázat keretében szervezhették meg a vargaiak, akik konzorciumi tagként vesznek részt a projektben a Sásdi önkormányzat mellett. Idén második alkalommal rendezték meg Szentlőrincen a térségi nemzetiségi napot. A program során a roma, a horvát és a német nemzetiségek mutatkoztak be a színpadon. A rendezvény célja, hogy ne külön alkalmakon, hanem egy napon ismerkedjenek meg az érdeklődők a városban élő kisebbségekkel. A kulturális és gasztronómiai program egy pályázat keretein belül valósult meg. A színpadi produkciók mellett vásárral, ételkóstolóval, a gyerekeknek pedig játékokkal készültek a szervezők. Mind a három nemzetiség meg tudja mutatni a zenéjét, táncát és az ételeit is be tudják mutatni. A tavalyi évhez képest annyit változtattunk, hogy kézműveseket is hívtunk ide a rendezvényre, illetve a gyerekeknek elsősorban népi játékok vannak, tehát kicsit azért illeszkedjen a dologhoz, a körhinta is, az egyszerű fajátékokkal ismerkedhetnek itt meg a gyerekek. Én nagyon remélem, hogy itt az egész családnak tudunk szórakozási lehetőséget adni, a legkisebbektől a nagymamáig, a nagypapáig, mindenki jól érzi ma itt magát. Végül mutatjuk újra, miről szólt ma a híradó. Sorozatrongálás. Több mint 50 helyen rongáltak meg középületeket fiatalok. Új körforgalom épül. Bonyhádon biztonságosabb lesz a közlekedés. Egyházi fejlesztés. 22 millióból újítják fel a medinai református paplakot. Vadveszély. A párzási időszak alatt bárhol megjelenhetnek az őzek. Szerdán napsütés, időnként mérsékelt felhősödés, gyenge vagy mérsékelt északnyugati légmozgás mellett folytatódik a nyári meleg, nyaralóknak kedvező időjárás. Eső nem valószínű. Mára köszönöm figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Viszontlátásra!